Üdvözlöm Önöket Halószágban! A tavasz nem a legbarátságosabb képét mutatja. Csöpörgős, esős, hideg idő van. De bármi is történjen, ma megfogjuk az olajos halnak valót, mert azt szeretnénk készíteni. Remélem a halak is úgy gondolják. Az emelő háló tulajdonképpen a kis halászok szerszáma. Egy kis halász az volt, aki kis szerszámmal halászott, kis szerszám volt a varsa, a milling, legelterjedtebb az emelő háló, általában kora tavaszi zavaros vizekben lehet igazán jó halászni, később pedig éjszaka már, amikor a sötétben könnyebben boldogul az ember a hallal, hiszen a halnak jó látása van, és a letisztult vizekben könnyen észreveszi a hálót. 2 méterszer 2 méterestől 4 méterszer 4 méteresig használják, legelterjedtebb példányai a partról rúddal emelgetett hálók, de vannak úgynevezett talprik is, amelyeket rászereltek annak idején egy csónakra, és a csónakról lehetett tekergetni őket. Ezt főleg a svábok csinálták, aki ezelőtt 20 évvel Budafokon járt, az öböl környékén, ott elterjedt volt 10-20 talpli is, a Dunán ácsingózott és próbált egy kis halat fogni. A rúdon van a káva, a kávába benne van a 4 köröm, a körmökre pedig körbe kifeszítve zsinórral a háló. A háló egy 60-70 cm mélysége rendelkezik, ahogy megemeljük, és ugye az inak jönnek fölfelé, a léhés még lent van, és a hal lefelé előre futva benne marad a háló léhésébe. A szerszámhoz persze csönd kell és türelem. Ez nem zajos háló, figyelni kell a hal mozgását, lehetőleg a járásába kell pakolni, ezért inkább a kisebb csatornák, lassú folyású öbölzeteknek a szerszáma, ott lehet eredményesen használni. Óriás halak nem foghatók vele, hiszen a 3-4 kilós hal már ritkán tud zsákmány lenni egy ilyen hálónál, de nagyon jó a keszekfélékre, néha elkapja a süllőt is, egy-egy óvatlan potyka is benne maradhat a hálóba. Ha egy éjszaka összejön 10-12 kiló hal, az már egy szép zsákmány. Érdekesség, hogy nagyon jó terjed Nyugat-Európába, ott sporthalászatnak hívják, a horgászat meg a kitermelő halászat között van, ahol az ember hobbiból, sportból nem horoggal, hanem hálóval fogja meg a családnak vagy a magának valót, vagy csak szórakozik egy jót azon, hiszen minden emelés egy lutri, egy váratlanság, általában 10 üresre jön egy vagy kettő, amikor hal is akad bele. Ez a hűvös, esős idő nem igazán kedvez a haljárásnak, ilyenkor a kisebb bandák óvatosabbak és lassabban a part mellett húznak el. Remélem most már azért jön egy banda, mert lassan az olajos halat kéne készítenünk. Valami mozdult, hát téged vártunk. Na ő lesz az, akiből majd olajos halat főzünk. Aha, na úgy látszik, megfogtuk a bandát, lassan már összejönnek. Ezüstkárász nem jár magába, ritka lett volna, ha csak egy van. Ezek az igazi olajos halnak való példányok. Remélem lesz még egy 2-3 sikeres emelésünk. Kitűnő. Úgy látszik, Szent Péter nem hagyja, hogy elázzunk, csak segít abban, hogy összefogjuk ezt a pár kárászt még. Hát, ha a kárász megindul, szerencsére ez jó népes bandákba jár. Ilyenkor kora tavasszal már ő is lesi az ívóhelyet. No, ez már van egy tepsire való, induljunk, készítsük el az olajos halat. Hát akkor írdalunk, meg fejetlenítünk, hiszen az olajos halhoz nem kell a kárász feje. Azt egyszerre letörjük, és nagyon apróra, és ez fontos, mélyen és apróra beírdaljuk, hiszen az, hogy a szálkákból minél kevesebbet kelljen elfőznünk, ahhoz az kell, hogy ezeket a pici kis vékony Y-szálkákat a háton, ezeket alaposan eltüntessük egy jó írdalással. Az írdalás akkor jó, hogyha csontig ér a késünk, olyan mélyen vágjuk be, hogy minél jobban ezeket az apró kis tűhelynyi szálkákat el tudjuk tüntetni belőle. És hát lehetőleg ne legyen az írdalás távolsága se nagyobb, 2-3 mm-nél. Ami egy jó hal az ezüstkárász a tepsibe, hát annyira nem kívánatos a vizeinkbe. Dacára annak, hogy néhány példány mindig előfordult a Kárpát-medencébe, tehát nem ismeretlen. Ez a hal nem fordult elő túlzottan nagy tömegbe a vizeinkbe. Az 50-es években telepítették be Bulgáriából ezt a halat, mert az akkor dúló ponybetegség a hasviszkúr ellen védett volt ez a hal, és nem pusztult el vele.
Betelepítették őket az országba, ez rossz döntésnek bizonyult. Ez a rendkívül szapora, egész évben szinte mindenkivel együtt ívó és sikrázó halfaj, eleinte csak nőstény egyedei voltak, villám gyorsan meghódította a hazai vizeket, negatív értelembe véve, hiszen azokat a őshonos halakat szorította ki, amelyek azokat a kicsi víztesteket uralták, parcéleket, növényes zónákat, oxigénben szegény helyeket, ahol a compó, az aranykárász, a csuka voltak a fő halak, és amelyek autentikus halai a Kárpát-medencének, tehát valaha is itt éltek, és mindig is ők voltak azok a halak, amelyek a legtöbbet kibírtak a természet viszontagságaiból, kibírták az árvizeket, kibírták a szárasságokat, a kiszáradó kopolyák alján is meghúzódtak még, és hát rendkívül finom húsuk is volt, és ami a legfontosabb, kialakult a szaporodásuk. Nem szaporodták túl magukat, mert a ragadozó karban tartották. Ezüstkárászban sajnos nem ez történt, mondhatnám, hogy a mi parlagfűvünk, halas parlagfűvünk, az ezüstkárász meg a törpe harcsa szinte kiírthatatlan, és nem az a probléma csak, hogy a saját maga lassan nő, és így nagyon sok táplálékot fogyaszt el a többiek elő, hanem az is, hogy az életteret annyira benövi, hogy szinte nem tud más hal megmaradni mellette. Úgy hívják ezeket a fajokat, hogy inváziós fajok, amelyek, ha bekerülnek egy ökoszisztémába, akkor leszorítják az őshonosokat, hiszen nem hozzák magukkal a betegségeiket, gyorsan alkalmazkodnak. Tehát ezek a fajok nem kívánatosak igazán. Mindent megteszünk azért, hogy az állományuk csökkenjen, és inkább azok a nemes fajták váltsák föl őket, amelyek mindig is itt éltek velünk, és mindig zsákmánya voltak a halászatnak. Ezért külön programok indultak most az aranykárász és a compó, illetve a csuka visszatelepítésére a hagyományos víztestekbe, Dunába, Tiszába, a közvizekbe, ahol nem a hal termelés folyik elsősorban, hanem a horgászat és a sporthalászat. Hát innen már egyszerű a feladatunk, hiszen a besózása következik a halainknak. Egyszer meg is fordítjuk a másik oldaluk, és kapjon egy kis sót. Nagyon fontos a fekete bors. Ezt nem kell félteni, ez jöhet bele nyugodtan. Majd, ha eztük, inkább egy kicsit kerülni kell őket, de kell, az olajnak nagyon kellemes fűszeres tisztad, egy kis babérlevelet teszünk rájuk. Ugyan a babérlevél a hallal nehezen társítható, és más ételekhez nem is használjuk, de az olajos halnál az olajnak fantasztikus a jó tisztad, tehát kell bele. Most még egy kis fokhagymát teszünk hozzá, csak durvára vágva. Végeztünk a fűszerekkel. Egyharmad arányban vizet kell alátennünk, hiszen az olajos hal lényege, hogy nem sütjük a halat, hanem főzzük. Majd annyi olajat kell rátennünk, amennyi éppen ellepi. Rátesszük az alufóliát, a többi már a kemence dolga, amit előkészítettünk, nem túl melegre, hiszen nem az a célunk, hogy megsüssük, hanem legalább egy másfél órán át rotyogjon. És miután nincs minden háznál kemence, ha önök otthon a sütőbe készítik, akkor 150 fokra állítsák be, és ott lehet hagyni másfél óra hosszáig. És amíg az ezüstkárászok olajos hallá nem esülnek, addig megnézzük, hogy a tóban tenyésztett aranykárász a kedvencünk, hogy sikerült, milyen zsákmányt ejtettünk. Szia Tamás! Na, mi lehet az aranykárász? Hála Istennek, a vártnál sokkal jobb a kárászunk, és nagyon szépen tartott egyet a pontja. Ó, gyönyörű! Na, mérjük meg mindjárt. Mérjük. Hát ez tényleg csoda szép jószág. Szép, egyöntetű. Az a fontos, beteg, hogy mindig egy évvel idősebb legyen, mint a pontja, aminek alája tesszük, mert ezek már két éves kárászok, és az éves pontjokkal jól el vannak, így nincs táplálék konkurencia. Gyönyörű jószág. Hát ez igazi arany. Na, tegyük az autóra. Hát ahol
ahhoz, hogy Magyarország közvizei újra aranykárástól népesüljenek, ahhoz persze tógazdasági termelés szükséges, és az, hogy megtaláljuk azt a technológiát, amivel a ponty mellett meg tudjuk a kárászt is nevelni és tartani. Most úgy tűnik sikerült, hiszen ez a próbálkozásunk, ahol egy éve fiatalabb ponty vadéklókkal tartottuk közösen a kárászokat, ez látszik, hogy bevált. Tömegesen tudjuk visszafogni, egészségesek, szépek az állatok, nem nyomják el egymást, mondaná a tógazdasági szakzsargon, tehát mindenki jó járt, a táplálékbázist jól ki tudta használni. Én bízom abban, hogy néhány év is ezek a gyönyörű kis állóvizek, patakocskák, súlymosok, hinarasok, tündérrózsások újra arról lesznek híresek, hogy lehet fogni mindnyájunk kedvencét, az aranykárászt. És most térjünk vissza, vízparton tán kevésbé népszerű, de Tepsiben minden elismerés megérdemlő testvéréhez, rokonához, az ezüstkárászhoz. Én remélem, hogy elkészült az olajos halunk, és egy jót kóstolhatunk belőle. Fóliát egy kicsit fölhajtottuk a főzés utolsó fázisába, egy fél órát úgy kell főznünk, hogy a víz el tudjon párologni, ezt most már le is vehetjük. Akkor nézzük meg, mit főztünk. Az egész olajos hal készítésnek az a lényege, hogy a csontok teljesen fölpuhuljanak, úgy lehessen enni a szálkákat is, mint ahogy a hal húsát magát. Szépen lerakjuk. Egyébként az olajos hal így ebbe a formába, ha a fölösleget, amit nem fogyasztunk el, befőttes üvegbe tesszük és lezárjuk az olajjal együtt, akár fél évet is kibír. Bármikor elővehetjük, ha van egy vendégünk, ha akarunk egy jót harapni, ha kell valami csúsztató a bor alá, akkor egy jó olajos hal mindig kéznél van. Ezt pedig megkóstoljuk. Ugye azt látjuk, hogy szinte széttomlik a hús, és ez is volt a célunk. Ha van egy jó adag apró haluk is, nem akarnak a szálkával bíbelődni, itt a módszer. Próbálják ki. Jó étvágyat hozzá. Viszontlátásra.